Jó napot kívánok, sziasztok! Autókázunk itt a mellék utcában, és meg fogok állni itt valahol, ahol találok egy jó kis helyet, ahol csend van, nyugalom van, mint például itt. Félre is állok egy kicsit ebbe a méhlegenőnél, és bekapcsoljuk az elakadási jelzőt itt. Szuper, behúzom a kéziféket, akkor megnézegetjük, hogy mit tudok nektek mutatni most jelen állás szerint. Van egy Suzuki Swiftünk, 1.2-es GLX limitált verzió. Nagyon sok extrát belekért a gazdája a járgányba, amikor megrendelte. 2014-es az autó, 1.2-es, 9 lóerős benzinmotor van benne. És látják, hogy jó sok extra föl van ide írogatva nekem. Megvan a gépkönyve, és itt van velem Concerto, aki föl is lapozta a szerviz könyvét. Ennél a cégnél vásárolták különben az autót, és több helyen találkoztam is vele. Például itt látható, itt is, amikor megvették, ugye 14, 3. hó 5-én került forgalomba ezzel az alvásszámmal, ugye ez a járgány. Aztán van itt még több bejegyzés is, egészen eddig a 2019-es dátumig, akkor volt ugye 80, ez valahány ezer kilométer van benne, 81-2. Na, köszönjük Concertónak ezt a bemutatót egyszer, és akkor nézzük végig az autót. Ugye nyár van, de azért előre mutatom nektek, hogy majd lesz tél is, és van benne ülésfűtés, 2 darab előre, nagyon jó dolog ez, nagyon kellemes érzés, jó benne ücsörög, nem a mínusz 10 fokos ülésbe. 5-ös a kéziváltója, van pohártartó, és van itt egy USB csatlakozó, 12 voltos csati van csak hozzá, nincs hamutartó, nincs szivargyújtó, felejtsük el. Van egy manuális klíma az autóban, aztán van egy gyári rádió, ez ugye CD-t, MP3-at is lejátszik, meg amúgy szerintem teljesen jó kinézetű, meg jól is szól különben. Ez kormányról is megy különben, tehát innen is lehet tolni neki a hangerőt, meg csatornákat, meg ilyeneket lehet nyomogatni rajta. Keresi a következőt, meg ilyenek. Ezen kívül van itt fönt egy ilyen kis tárlórekesz, aztán van benne kikapcsolható légzsák itt a lehajtós részben, a kesztartóban, és egy nagyon szép ezüst színű díszlet van itt végig, itt vízszintesen, egy hímzett üléshártámla, és körbe nézzük, akkor itt mindenhol ilyen kis ezüst bevonat, teljesen jól mutat, jól néz ki. Az elektromos ablakok azok mennek egyik az automattán, a másik az normálba, és az összes többi ugye innen is tudjuk nyomkodni, fölhúztuk az összes ablakot, ezt is, ezt is, ezt is. Na nézzük még, mi van itt még. Egy nagyon jó extra világít is ott zölden, ez a Cruise felirat. Ugye tempomatos az autó, ezt kipróbáltam, de visszafelé majd még egyszer rányomunk, hogy megy a szerkentjük. 34 fok van kint, 85.430 kilométert futott. Mindjárt leállítom és újraindítjuk az autót. Egy nagyon rövid kulcsfordítás után már is jár benne a motor, be van húzva a kézifék és nem vagyok bekötve, ennyit tudunk biztosan, a többi, mert mivel kialszik, így azt gondoljuk és tudjuk, hogy jól, helyesen működik. Kikapcsolható a menetstabilizátor az autóban, kötfényszóró kibe kapcsolható, amúgy innen kell a világítást kapcsolgatni. A tükröket is kipróbáltam, az is működik benne, nagyon szép az ülése, nincs lelakva, nincs ugye kikoptatva, az az ülés rész is teljesen rendben van. Hát kinyitom az autónak az elejét, így, megnézegetjük a motort is. Tehát egy tűzpiros színű autó, mellett állok, és egy nagyon szép Suzuki alufelnikkel van szerelve ez a piros Suzuka, és jól is mutat ez az autónak, illetve jó állapotú gumit találtam rajta. Ide, ha előre nézünk, vagy előről is megnézzük, akkor látjuk, hogy menetfény van, LED menetfény, kötfényszóró és tiszta lámpák is működik is. Ugye most megy a LED menetfény rajta, és az elakadási jelző is. Itt van a mocia. Csendes, nagyon finom járású. Itt van ez a címke, ugyanúgy, mint amit a szervizkönyvben láttatok. Mindenhol megfelelő folyadékszinteket látunk, és nagyon szépen csendesen üzemel az autó.
oldalindexek itt vannak a tükörbe integrálva. Vonóhorgos, ha valaki szeretne magával húzni valami kis motyót, akkor meg tudja majd csinálni. Benne pótkerekes ez még, tehát még nem ilyen defektjavító szett, hanem rendes pótkerék van benne. Hát ez is ilyen kicsik pótkerék, de pótkerék, benne vannak a dolgok, amivel ki tudjuk majd cserélni. Ledönthetőek az ülései, könnyű mozdulattal egyszerűen. Ugye 5 fejtámla van benne, 5 személyes az autó, amit nézzünk, itt vásároltak ennél a cégnél, szerintem. Két szakértőnk velünk jött, Feri és Peti kollégám, el vannak nyújtozva szépen itt ezen a gyönyörű ülésen. Abszolút rendben van itt minden, és működik itt is az elektromos ablak, innen is, nem csak ugye onnan előről tudtam működtetni. Na és akkor talán menjünk vissza, ugye már beindítottuk, működik benne minden. Bekötöm magam és akkor vissza gangolunk, és be fogom kapcsolni majd a tempomatot is. Azt is leteszteljük. Hát ürésfűtést nem tesztelünk most. Azt kihagyom. Ezt lejjebb veszük, és akkor hajrá, menjünk vissza. Nagyon szép ez a számlap itt különben. Biztos vagyok benne, hogy sötétben nagyon jól mutat. Ha nézzük, bekapcsolom a cruise felirat. Így is elengedtem mindent, még a kormányt is. Nem nyomjuk a gázt, a féket, semmit. És szépen halad az autónk. Jó, és hogyha rájöttünk a fékre, akkor onnantól kezdve oldjuk ezt a kötést itt ebben a kütyűben, és abba hagyja a tempomat dolgot. Nagyon jó így autózni, persze itt nem városba való, ez országúton, autópályán egy rendkívül jó találmány. Majdnem rámentem itt valamire, kikerültem. Tökéletesen, csendesen megy az autó, jó a futómű alatta, jó a kipufogó rendszer. 2 év műszakival kínáljuk ugye a járművet, fölírtuk ugye a műszakit, néztük, 7. hó 28-a, 2 év, és tök jól egyenesen megy az autó, mint látjátok, hibátlanul teszi a dolgát, itt a kezem, és a lábam sincs ott, ahol esetleg fognám, tehát teljesen szépen egyenesen megy, jól működik, és egy szép kis tűzpiros autó, tele, nagyon jó extrával. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, gyertek el személyesen, és hát vizsgáljátok át ti a járgányt, nézzétek ti meg. Én meggyőződtem róla, hogy egy rendben lévő jó kis kocsi. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy nyomtok egy ilyen jelet a videó végére, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra. Legyen további kellemes szép napotok, a viszontlátásra!